Sziasztok! Itt vagyunk a Hungexpon, ahol nemrégiben hirdették ki a magyarországi Eurocosplay válogató eredményét, mellettem pedig a győztes, Mező Judit Jurikó. Jurikó, első kérdés. Hogy érezted magad ezen a cosplay versenyen úgy, hogy évek óta zsűriként és konferálóként voltál csak résztvevője ezeknek, és nem versenyzőként, hogy újra versenyezhettél? Igazándiból idehaza nagyon rég versenyeztem már, ez tényleg én nagyon-nagyon szeretek színpadon állni, tehát nem is azért, hogy most nem is a győzelem hajt, hanem egész egyszerűen tényleg színpadon lenni és előadni valamit a karakterrel, illetve a cosplayben. És hát nagyon-nagyon, tehát ezt tényleg el kell, hogy mondjam, és ki kell, hogy emeljem, hogy nagyon-nagyon jól esett nekem az, hogy annyian szurkoltak és ott voltak és sikítottak és tapsoltak, tehát ez nekem tényleg rettenetesen sokat jelentett, és amikor lejöttem a színpadról, akkor azt mondtam magamban, hogy teljesen mindegy, hogy mi lesz a végeredmény. Azért, amit az emberek nyújtottak nekem, amit a közönség nyújtott nekem, már csak ezért megérte ez a sok szenvedés és sírás és hajtépés ezzel a jelmezzel. Tehát tényleg amilyen rossz kedvel jöttem ide a jelmez kapcsán, mert nem voltam biztos magamban, az emberek visszajelzése teljesen meg tudta fordítani a napomat. Igen, mi is tapasztaltuk, hogy nagyon örültek neked a nézők, hogy újra láttadnak színpadon. Én egy olyat hallottam napközben, hogy te mindenképpen fölgyújtod ezt a cosplayedet, hogy legalábbis a darabjait, történjék bármi. Most ezek után ezt átgondoltad, ezt a dolgot? Igen, tehát mint mondtam, az emberek és a közönség reakciói, illetve az a rengeteg sok visszajelzés abszolút meg tudta fordítani bennem ezt az egész napot, tehát abszolút pozitívvá tudta fordítani a napomat, és hát inkább azt mondanám, hogy nagyon szépen köszönöm utólag is a közönségnek is, és illetve a zsűrinek is a belém vetett bizalmat. Biztos, hogy lesznek olyan részei a jelmeznek, amit fel fogok újítani, vagy teljesen le fogok cserélni, de ez a jelmez fog mindenképpen maradni, és ezt az időt a versenyig arra szeretném fordítani, hogy ez a jelmez még jobb lehessen, és még kényelmesebb lehessen, és még többet tudjak majd nyújtani. Én úgy gondolom, hogy csak a fáradtság beszélt belőled, vagy az elcsigázottság, hogy ilyen sokáig tartott megszenvedni néhány elemével, és nem gondoltad te ezt teljesen komolyan. Mik a terveid későbbiekben, esetleg más magyarországi versenyen is tervezel indulni majd? Nem, én azt mondanám, hogy tehát mint mondtam, nekem nem elsős, én nem a győzelemért csinálom. Tehát nagyon, az Eurocosplayről azt kell tudni, hogy annak idején 2010-ben én voltam az egyik első magyar okidóval együtt, akik akkor képviselték Magyarországot, és nekem az a verseny a mai napig fájó pont, mert az első ilyen versenyünk volt, nem tudtuk, hogy mire számítsunk, és amikor én akkor kijutottam és láttam a kinti versenyzőket, akkor még Magyarországon nem igazán lehetett, tehát abszolút nem lehetett Warblát kapni, Evát kapni, hasonló alapanyagokat kapni, míg a külföldi versenyzők nagy része már ezekkel dolgozott, és akkor úgy éreztem, hogy tényleg, mint amikor a paraszt kislány elmegy a nagyvárosba és szembesül azzal, hogy mi van ott, és hát én azóta is bennem megvan az, hogy én szeretnék még egyszer ennek nekifutni és bebizonyítani, hogy én is fejlődtem, eltelt 7 év azóta, 7 év alatt én is fejlődtem, Magyarország is hozzáfér most már ezekhez az alapanyagokhoz, sőt, tehát szeretném újra, tehát egyenlőbb esélyekkel ezt az egészet megfutni. Mint mondtam, a hazai versenyeken engem nem vonz a győzelem, én az emberekért járok ki ezekre a rendezvényekre, és ezért ha indulok is valamilyen versenyen, nem hiszem, hogy a legbonyolultabb, nem azért fogok egy craft csodát építeni, hogy én most taroljak azon a versenyen, hanem tényleg a szórakozásért olyan karakterekkel fellépni, akik tényleg sokat jelentenek nekem, vagy poénnak tartom őket, és tényleg ezért tervezek csapatban is fellépni, mert szintén a poén kedvéért, úgyhogy engem, mint mondtam, nem az számít, hogy minden áron taroljak egy versenyen, de az Eurocosplay-en szerettem volna azt akkori rossz szájízt. Hát 7 év az egy vízválasztó idő, igen. És akkor 7 év után visszatérni, megmutatni nekik, de én úgy tudom, hogy külföldön nagyon sokan kedvelnek minden ezek ellenére téged, tehát láttam én is, hogy mennyi ismerősöd, barátod van ezek között, biztos örülnek majd, hogy újra láthatnak kint. Én köszönjük szépen ezt a rövid interjút, el is engedünk, mert bizonyára fáradt lehetsz. Jó pihenést, sok sikert és gratulálunk! Köszönöm szépen!